Híradó Extra című műsorunkban is szeretettel köszöntöm a Hévízi Televízió kedves nézőit. Május 29-én, hétfőn is tartsanak velünk. Soros ülését tartotta május 25-én Hévízváros képviselőtestülete. Az ülésen téma volt a város közbiztonsága, valamint az önkormányzat tavalyi zárszámadása is. Emellett több beszámolót fogadott el a testület, és számos egyéb döntés is született. Megállapítom, hogy a képviselőtestület határozatképes. Az ülésen beszámolókat fogadtak el a Hévíz Kft., illetve a Hévízi Televízió Nonprofit Kft. Elmúlt évi gazdálkodásáról, a 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, valamint Hévíz város tavalyi közbiztonsági helyzetéről. Utóbbi kapcsán dr. Andor László rendőralezredes kapitányság vezető Hévízt a Békeszigetének nevezte, s elmondta, a Keszthelyi Rendőrkapitányság személyi állománya a 2022-es évben a tőle elvárt, számára meghatározott feladatokat végrehajtotta. Szólt arról is, hogy a rendőrség munkájában helyi és országos viszonylatban is egyre komolyabb feladatot ró az online térben elkövetett bűncselekmények, csalások felderítése. Ezek túlnyomó többségét felderítették és eredményesen befejezték. Kiemelten jónak nevezte a kapitányság vezető a rendőrség együttműködését az önkormányzattal és a hévízi intézményekkel, ugyancsak a kiváló együttműködést méltatta Lágler Róbert hévízi őrsparancsnok és az ülésen jelenlévő dr. Vereckei Csaba dandártábornok rendőrségi főtanácsos is. Az ülésen elfogadta a testület az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadását. Ennek összefoglalójaként elhangzott, a képviselőtestület a korábbi évekhez hasonlóan 2022-ben is szem előtt tartotta a gazdasági programban megfogalmazott feladatait. A 2020-ban kezdődő veszélyhelyzet, a szomszédos országban kialakult háborús állapot, valamint az energiaválság kezelése ellenére is igyekezett biztosítani a város biztonságos működését, a jó színvonalú városképi megjelenést, a virágos, tiszta, rendezett, esztétikus arculatot. Kiemelt feladatként valósult meg a tó- és környezetvédelem, a zöld területek ápolása, valamint a közbiztonság és a közrend helyzetének biztosítása a kialakított köztéri kamera rendszer működtetésével. Dr. Béres Józsefről nevezné el a város a Kisfaludi utcát és a Nemesbük felüli kiskörforgalmat összekötő utat, az ehhez szükséges beleegyező nyilatkozat kapcsán a családdal a polgármester veszi fel a kapcsolatot. Döntés született arról, hogy a Farkas Ferenc szobrászművész által a tó melletti sétány felújításának részeként elkészített Festetics szoborcsoport egész alakos szoborművészeti alkotást a Hévízi gyógytó nyári bejárata előtt állítják fel. Az ülésen a testület kinyilvánította azon szándékát, hogy csatlakozni kíván a lakossági LED programhoz, amelynek keretében a SZIEB Energia Megoldások Kft. Ingyen biztosít LED-izzókat azon háztartások számára, ahol a régi otthoni energiapazarló izzókat lekívánják cserélni. Döntöttek arról is, hogy pályázatot nyújt be az önkormányzat a Magyar Falu program keretében a Vörösmarty utca, Sugár utca és Park utca közötti szakaszának felújítására. Lerótták kegyeletüket a magyar hősök és áldozatok emléke előtt az egregyi városrészt nekik szentelt parkjában Hévíz vezetői és civilek. A megemlékezésen a résztvevők megkoszorúzták az egregyi fejfákat. Az emléknapot 1917-ben IV. Károly király kezdeményezésére fogadta el az országgyűlés. A hősök napját 1945-ben még országszerte megtartották, de már nem számított nemzeti ünnepnek. Ezután majdnem 50 évig csak titokban lehetett emlékezni. Aztán 1989-ben ismét tarthattak nyilvános megemlékezést. Az országgyűlés 2001-ben iktatta törvénybe a magyar hősök emlékünnepét. Hősökét, akiknek a nevét nem őrzik a történelemkönyvek, nem sorolják fel az iskolai történelemórákon. Mindennapi hősök, akik életüket áldozták a vészterhes, háborús időkben. Pap Gábor hozzátette, Hévízen máig őrzik a város hőseinek emlékezetét, és nem csak a hozzátartozók, hanem a település teljes közössége, amely hálával gondol azokra, akik a hazáért, a szülőföldért, a családjuk védelméért áldozták életüket. Itt, ahol most állunk, az egregyi templom melletti katonai emlékparkban, az első és a második világháborúban elesett egregyi
és Hévíz Szent Andrási katonák, polgári személyek és zsidó áldozatok emlékét őrző fejfák előtt rójuk le tiszteletünket. 70 névvel ellátott fejfa, 70 kioltott élet, 70 gyászoló család. Torsák, Fislik, Szarkák, Tódorok, Zerényiek, Sulhofok. Hétköznapi emberek, akiket a világháborúkban hazájuk védelmére hivatkozva vittek a frontokra, ahonnan már sose tértek vissza szeretteikhez. Hétköznapi emberek, a háborúk hősei és a háborúk áldozatai. A polgármester azt mondta, nagyhatalmi harcok és játszmák ártatlan áldozatai, elszenvedői voltak, akik a hazájukat, a szülőföldjüket, szeretteiket védelmezték a végsőkig, életük árán is. A Hősök napján a Brunswick óvoda fiataljai emlékeztek műsorukkal a hősökre, majd a résztvevők megkoszorúzták az egregyi fejfákat. Kínai influencerek egy csoportja és egy televízió forgatóstábja érkezett Hévízre, ahol például a gyógyfürdővel, a tóval, a Reuma kórházzal és a termálterápiával ismerkedett. A delegációt Pap Gábor polgármester is fogadta. Nem újdonság számunkra, hogy kínai vendégek érkeznek Hévízre. A város első embere emlékeztetett, Chongqing és Hévíz kapcsolata több évre tekint vissza. A Banan elnevezésű kerülettel testvérvárosi megállapodást is kötöttek, illetve a chongqingi székhelyű Hakon vállalat a hévízi terápia hivatalos képviselője Kínában. Ez a cég decemberben befejezi új termálszálloda projektjét, amelyben a Hévíz brandre alapul majd a terápia. A Covid-ot megelőző időszakban mintegy 40 ezer vendégészaka regisztrálódott Hévízen kínai vendégekből. Azt tudni kell, hogy őnekik általában 1,1 éjszaka a tartózkodásuk magyarországi, de európai szinten is, hiszen ők tényleg egy hét alatt nagyon sok helyet látogatnak meg, hiszen kevés a szabadságuk, és egy teljesen más rendszerben működnek mind adott esetben még. De azt is tapasztaltuk, hogy azért, aki megérezte úgymond Hévíz ízét és Hévízben a lehetőségeket, hogy ilyen furcsán fogalmazok, azok adott esetben több napot is eltöltöttek Hévízen, és hát egy nagyon fizetőképes piacról beszélünk, tehát én azt gondolom, hogy ezzel a piaccal igenis foglalkozni kell. Most chongqingi influencerek, videobloggerek és televíziós szakemberek jöttek Hévízre, hogy megismerjék és bemutassák sok milliós követőtáboruknak a város értékeit, szolgáltatásait. Mindez persze nem ismeretlen az ázsiai országban, hiszen egy nagy szállodalánc már kapcsolatban áll a fürdővárossal. Ez a szerződés alapvetően arról szól, hogy a hévízi tradicionális kúrának egyes elemét ők milyen formában tudják esetleg értékesíteni Kínában, hogy ezt ők használhassák. De a lényeg a mostani csoportnak az, hogy Magyarországot és ezen belül Hévízt tovább népszerűsítsék, hiszen nagyon bízunk abban, illetve tudjuk mi azt, hogy az Ázsia mindenképpen a jövőnök ez egyik nagy küldőpiaca lesz Európa és Magyarország számára egyaránt. Az ideérkezett csoport tagjait több mint 17 milliónyian követik, lájkjaik száma pedig meghaladja a 283 milliót. A CBG TV korábbi hasonló műsorait 15 milliónyian nézték meg. Ezek alapján a promóciós show Kínában minimum 32 millió főt érhet el, de a szám akár 300 millió is lehet. Egyre erősödik a kínai érdeklődés Magyarország mint desztináció irányába. Noha jelenleg még azt tapasztaljuk, hogy leginkább tranzitturizmusként jelentkezik Magyarországon, illetve országon belüli utazásokat eszközölnek nálunk. A Hunges Hotel szállodalánc szeretné tovább erősíteni a kapcsolatát Kínába. Jelenleg is vannak, realizálódnak kínai vendégészakánk. Ezt szeretnénk tovább erősíteni a jövőben. Az ideérkezők abszolút tisztában voltak az alai fürdőváros szerepével, súlyával, hiszen egy kalligráfiát ajándékoztak Pap Gábornak, amelyen ez állt: Magyarország a termálfürdők hazája, Hévíz pedig ennek a csodája. A Hévízi tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása című KEHO projekt keretében a Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság munkatársai 2019 óta rendszeresen végeznek halászati tevékenységet és búvármerülést a Hévízi tóban. Különös aktualitást ad a tevékenységnek, hogy a közelmúltban invazív harcsafaj jelent meg a vízben.
A beavatkozások elsődleges célja, hogy minél több ismeretet szerezzenek a tóban előforduló állat- és növényfajokról, továbbá az őshonos élőlényeket veszélyeztető invazív fajok egyedszámának csökkentése. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság és a Hévízi Gyógyfürdő és Szent András Ilona Kórház közös KEHOP projektjének, a Hévízi Tóátfogó Tóvédelmi Programjának megvalósítása című projektnek keretében a tóban előforduló idegenhonos halfajok egyedszámát igyekszünk csökkenteni különböző halászati módszerekkel. Ezért helyeztünk ki a délelőtt folyamán varsákat, amiket felnéztünk, ezért merülünk buvárfelszerelésbe és próbálunk halat befogni, illetve ezért csináljuk ezt a húzóhálós halászatot, hogy minél több idegenhonos halfaj egyedét eltávolíthassuk, mert sajnálatos módon nagyon sok akvarista a megunt vagy az akváriumot kinőtt trópusi halat beleengedett a tóba, így aztán előfordulnak itt az Amazonas vidékén honos kis díszhalak, vagy Közép-Afrika sügérei, szintén díszhalak, illetve amit a legutóbb felfedeztünk, a párduci mintás vértes harcsa. Az első húzóhálós halászat során összesen egy darab kis nappali vadékot sikerült kifogni. Ez most nem volt túl eredményes, reméljük a második húzás az már jobb lesz. A tegnap lehelyezett varságba a mai nap délelőttjéig nem ment bele hal, egyikbe se. Ugyanakkor a csali az kipotyogott az egyikből, úgyhogy most egy másfajta csalit tettünk bele. Aztán búvármerülés során viszont borítóhálóval sikerült kettő darab párduszintás értes harcsát is befognunk. Ezeket a Debreceni Egyetemnek a genetikai tanszékének fogjuk átadni további vizsgálatok céljából. Ezek a halak, ezek teljesen ártalmatlan halak, legalábbis a fürdőző vendégek számára. Ezek inkább a tóban élő őshonos halfajok számára jelentenek táplálék konkurenciát, tehát megeszik előlük az ennivalót, a táplálékokat, elfoglalják az ívóhelyeiket, ezért okoznak természetvédelmi szempontból problémát. A fürdővendégek számára teljesen veszélytelenek, békés akváriumi halakról beszélünk, amik nem bántanak senkit. Az intézményünk részéről fontosnak tartjuk azt hangsúlyozni, hogy akár a helyi lakosok, akár a turisták, vendégeink informálódjanak inkább a hivatalos oldalakról, és hát a szakember kollégáinktól, akik nagyon szívesen adnak tájékoztatást ezügyben. Ez a projekt az idén augusztus 31-én be kell, hogy fejeződjön. Nagyjából júliusig még egy pár alkalommal elő fogunk itt fordulni, és próbálunk különböző módszerekkel minél több halat kifogni. Már negyedik alkalommal tartották meg Hévízen a holdfényfürdőt, különleges élményt nyújtva ezzel a fürdő vendégeknek, akik idén a naplemente után is élvezhették a hévízi tavat, valamint a 70-es, 80-as és 90-es évek legnagyobb slágereit, DJ Bello és az Abba Sisters jó voltából. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft., valamint a Hévíz Gyógyfürdő és Szent András Euma Kórház közös projektjeként megvalósult program idén tavasszal is sokakat vonzott a tó mellé. A holdfényfürdő keretében egy kijelölt partszakaszon, kivilágított környezetben nyílt lehetőség az éjszakai fürdőzésre a Hévízi tavon. Nagy örömünkre ez a negyedik alkalom, és ahogy évről évre egyre többször tartjuk meg ezt az eseményt, egyre többen foglalnak már erőre jegyet a vendégek, tehát most több mint 200-an foglaltak már, és hát nyilván az este folyamán folyamatosan érkeznek még vendégek. A program a fiataloktól egészen a nyugdíjas korosztályig vonzotta a fürdőzőket, környékbelieket és nem környékbelieket egyaránt, de a helyi szállodák vendégei közül is sokakat csalogatott az alkonyi fürdőzés lehetősége. Tóth György Budapestről érkezett, számára különösen fontos a hévízi tó. Jól érzem magam, Budapestről érkeztem, de egyébként Hévízen szoktam dolgozni, mint a hévízitó védelmének kuratórium elnöke. És rendszeresen szoktam ide lejárni, a tó vezetőivel rendszeres a kapcsolatom, és próbálunk mindent megtenni, hogy a tó megőrizze ezt a csodálatos ökoszisztémát. Most pedig az az élvezetes, hogy nem sokszor, de néha-néha meg lehet engedni, hogy az emberi
szisztémák és az ökoszisztémák találkozzanak. És az nagyon jó a tó hírnevének is, mert aki itt jól érzi magát, az tovább viszi, és talán vigyáznak a tóra is. Az eseményen a jó hangulatról többek között DJ Beló gondoskodott, aki elhozta a 70-es, 80-as és 90-es évek legnagyobb nemzetközi és magyar slágereit. Az este további részében pedig az Abba Sisters formáció szórakoztatta a fürdő vendégeket. A szervezők elmondták, a holdfényfürdőt a tervek szerint és a korábbi alkalmakhoz hasonlóan szeptemberben is szeretnék megrendezni. Segítő Szűz Mária napján tartotta hagyományos búcsúi ünnepét a Szent Lukács idősek otthona, amelyben szentmisével és egy szalvéta kiállítással köszöntötték az immár 21 éve működő intézmény lakóit és dolgozóit. Kis László Hévíz esperes plébánosa emlékeztetett, a fő celebráns dr. Takács István e falak között szolgált 2002-ben és 2003-ban lelkiigazgatóként. Az érseki helynök ezt az alkalmat az otthon mai és egykori lakóiért, dolgozóiért ajánlotta fel, emlékeztetve, életünk során megkötöz bennünket a harag, a félelem, az irigység, pedig Isten örömtelinek szeretne látni bennünket, és ebben segít is nekünk. Dr. Takács István szent beszédében rámutatott, Máriának a keresztények segítőjének ünnepén égi közbenjárónkat köszöntjük, hozzáfohászkodunk 7. Pius pápa óta. Milyen jó megtapasztalni Mária személyében azt, hogy néha életünk leglehetetlenebb helyzeteiben is az ő segítségét érezhetjük, átélhetjük. Ezért én is arra biztatok mindenkit, aki itt él, itt dolgozik, hogy ha betér ebbe a kápolnába, akkor ebben a segítő édesanyában, égi édesanyánkban, Máriában való reményünk meg tudjon erősödni. Azt is mondta, ahogyan Mária hajdan benne volt Isten terveiben, úgy az Úr a mi életünkkel is sok szépet megálmodott, épít, számít ránk, és bizalma újra és újra felénk fordul, de mindez csak úgy születhet meg, ha mi is igent mondunk. Köszönjük, hogy veled járunk, tanítványok veled. Az ünnep folytatásaként megnyílt a Kis Józsefné szalvéta gyűjteményéből válogató tárlat, amely előtt Karácsonyné Kisenikő intézményvezető kiemelte, életünk során nem csak széppel, hanem gondokkal, problémákkal is találkozunk. Jó esetben van mögöttünk egy segítő család, egy támogató környezet, esetleg a szociális háló is olyan, hogy segítő kezet tud nekünk nyújtani. De nagyon gyakran olyan problémákkal találkozunk, amiket ez a segítő háló nem tud helyettünk megoldani. Muszáj nekünk olyan erőforrást és lehetőséget találni, amiben mi problémák esetén bele tudunk kapaszkodni. Ilyen erőforrás lehet számunkra a vallás, de akár olyan hagyományos tevékenységek is a vallás mellett, mint akár a varrás, a festés, a különböző dolgok gyűjtése, a gyűjtői szenvedély. Utóbbira példa néhai Kis Józsefné, aki mintegy 6 évtizeden át 1500 különleges szalvétát halmozott fel, témánként rendszerezve, kategorizálva azokat. Közel 60 év Magyarország és a világ történelmében is egy viharos, hullámzó, szomorú és vidám időszakoktól szabdalt éra volt. Háborúk után új háborúkkal, diktatúrákkal, hirtelen beköszöntő szabadsággal, rendszerek, divatok, ideák és korok sűrű változásával. Amikor a nagyvilágban történő változásokkal párhuzamosan a mindennapi élet, az értékek is folyamatosan mozgásban, változásban voltak és vannak. A szalvéták például vendéglátóhelyekről, levelező partnerektől, más gyűjtőktől származnak, és a tágabb család is mindig eltett egyet-egyet a különlegességekből. Ezek között a húsvéthoz, karácsonyhoz kötődő daraboktól, a mese és állatfigurás szalvétákon keresztül a virágos példányokig sok minden megtalálható. A Hévízi Vállalkozók Egyesületének szervezésében májusban, egy júniusban pedig két alkalommal mutatkoznak be helyi vállalkozások a My Day, My Style rendezvény keretében, ahol izgalmas előadások és divatbemutató is színesíti a programokat.
Megtelt a Hévízi Deák tér, ahol a Hévízi Vállalkozók Egyesületének szervezésében My Day, My Style napot tartottak a belvárosban. Az egész napos informatív és izgalmas előadások után egy rendhagyó divatbemutató koronázta meg a napot. Azzal a célra alakultunk, hogy összefogjuk azokat a vállalkozókat, akik Hévíz területén működtetnek valamilyen üzletet vagy vendéglátóegységet. A rendezvény célja, hogy bemutassa a Hévízen működő vállalkozásokat, tagokat. A My Day, My Style-nak a megrendezése az olyan apropóból született, hogy rengeteg rendezvényt csináltunk már Hévízen, de egyik rendezvény sem szólt magáról, az egyesületnek a tagjairól, és ez az az első rendezvény, ami rólunk szól. Mi szeretnénk bemutatkozni itt a város lakosságának, illetve a turistáknak is. Iszonyú munkát tettünk ebbe a divatbemutatóba, több mint 30 ember munkáját kellett koordinálnunk, ebből 15 modell, 3 táncos, a többi a kereskedők, együtt kellett dolgozni ennyi embernek, egy időben itt kell lenni egy helyen mindenkinek, és mindig ez a legnehezebb, hisz önök is tudják, hogy nehéz összeszervezni az embereket egy helyre, egy időben. Arra helyezzük a hangsúlyt, hogy azt mutassuk meg az embereknek, hogy hogyan tudnak a hétköznapokban úgy élni, hogy a hétköznap is örömmel teli legyen, ne csak az ünnepnap. A divatbemutatón 11 hévízi üzletáru készletét mutatták meg a nézőknek. A kifutókon pedig a megszokott vékony testalkatú modellekkel ellentétben itt eltérő életkorú és testalkatú, hétköznapi dolgozó nők vonultak a kifutón. A 15 modell egyike volt Szilasi Fábián Beáta is. Én úgy kerültem be a modell csapatba, hogy a Darida Ildikó Táncszínházában szoktam az időmet, a szabadidőmet tölteni, és nagy szeretettel táncolni, és mivel ugye ő a koreográfusa ennek a rendezvénynek, így lettünk felkérve mi táncosai. A koncepció emögött, hogy a modellek abszolút hétköznapi dolgozó nők, anyukák, nagymamák, teljesen mindegy, ki milyen szakmából, szellemi munkát végző, fizikai munkát végző, nagyon színes a paletta. Ezért úgy gondolom, hogy mindez a bemutató, akik itt felvonulunk, ettől leszünk a közönséghez, mi közelebb kerülünk, hogy ugyanonnan jöttünk, ahonnan a közönségünk. Ahogy a modellek, úgy a ruhák és kiegészítők is sok színűséget tükröztek, sportostól az elegánsig mindenféle stílus megjelent, két túr között pedig táncos produkció szórakoztatta a nézőket Darida Ildikó vezetésével. A divatbemutatóba igyekeztek a közönséget is bevonni, sőt filmvetítés is színesítette a My Day, My Style kiemelt részét. Divatbemutatóról igazából azt kell tudni, hogy ez egy hosszú próba folyamat előzte meg, és gyakorlatilag hétköznapi emberek fognak bemutatkozni a színpadon igazából egy nagyon nagy showműsor keretében, egy interaktív showműsor keretében, hiszen a közönséget is be fogjuk vonni ebbe a produkcióba, amitől még látványosabb lesz, és ettől még jobban fogják érezni magukban. Igazából attól lesz interaktív. Az előadás tulajdonképpen a következőből épül föl. Van egy film forgatva, rendesen egy film, mint ahogyha akár a Netflixen néznénk egy filmet, és ennek van egy története, és ez a történet fog megjelenni a színpadon. Egy két nevezetű hölgyről szól, aki elindul egy üzleti útra, de közben lerobban az autója, megmentik őt gyakorlatilag, és két kislánnyal elindul Hévíz irányába, amíg szerelik az autóját, és addig különböző boltokba fog betérni, és a boltokban lévő ruhákat fogják majd a manökenek bemutatni a színpadon, és mi is meg fogunk jelenni a színpadon egy ilyen táncos show keretében, minden vonulás, vagy minden divatbemutatónak a végén, és gyakorlatilag a közönséggel karöltve fogjuk egyébként nagyon-nagyon jól érezni magunkat. A My Day, My Style még két további alkalommal kerül megrendezésre Hévízen, június 3-án és június 17-én is várják az érdeklődőket. A pünkösd előtti vasárnapon 5-8-as fiatal konfirmált a Hévízi Református gyülekezetben. Szabó Marcell, Pereszúnykó Viktória, Schmidt Ajsa,
Kotora Dóra Erika és péntek Vízkeleti Kristóf az előttük álló pünkösdi istentiszteleten részesülhettek először úrvacsorában. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától. Péntekné Vízkeleti Márta lelkipásztor arról is beszélt, a fiatalok óvodás koruk óta aktív tagjai a hévízi református közösségnek, hiszen rendszeres résztvevői a gyermekistentiszteleteknek, a nyári táboroknak, és elsős koruk óta örömmel és szeretettel jártak hitoktatásra. Gyülekezetünkben a legnagyobb ünnep minden évben a fiataljaink konfirmációja. Isten drága kegyelméből hévízi református gyülekezetünk 2016 óta önálló anyaegyházközség. És a gyülekezetünk Isten kegyelméből azóta is él, erősödik, fejlődik. Gyülekezetünknek az élete, a jövője attól függ, hogy a gyermekeink, akiket óvodás koruk óta hitoktattunk, hitbe meggyökeresedve gyülekezetünknek drága szolgáló tagjai lesznek-e. A nyilvános vizsgán a gyülekezet jelenlétében kellett a fiataloknak számot adni felkészültségükről, és ahogyan évszázadok óta mindig, most is a Heidelbergi KT kérdésfelületei alapján. A Biblia hány fő részből áll, Kristóf? Két részből áll, Ó és Muszövetségből. A sikeres vizsga után a lelkipásztor az egyház önálló úrvacsora vételére jogosult felnőtt tagjaivá nyilvánította a konfirmáltakat. Hitvallást tettek fiataljaink mindarról, amit hisszük, kérjük az Urat, hogy ez az ő szívüknek, lelküknek is a valódi hitvallása a Heidelbergi KT kérdés feleletei alapján. Mindahogy hallhattátok, csodálatosan, szorgalmasan tanulva készültek fel a konfirmációra. Kedves testvérek, megállapíthatjuk itt együtt gyülekezetünk, egyházunk felnőtt korú tagjai jelenlétében, hogy a fiatalok számot adtak és hitvallást tettek az Úr Jézus Krisztusról. Péntekné Vízkeleti Márta a konfirmációs vizsga végén megáldotta a fiatalokat. Az Úr az ő angyalaival őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki benne bízik. A Balatoni Turizmus Szövetség 2014 tavaszán a Nyitott Balaton kampány keretében szervezte meg először a Balatonfagyia versenyt, amely egy nagyon sikeres és népszerű régiós projekté nőtte ki magát. Az idei évben is megválasztották a Balatonfagyiát. 2023-ban a Balatonalmádiban működő Amaretto fagyizó balatoni tövises mangószorbet alkotása nyerte el a címet. Izgalmas feladatot adtatok a zsűrinek is. Immáron 10. alkalommal választották meg a Balatonfagyiát. A 18 nevezett fagylalt kreáció közül a 2023 évi győztes a balatoni tövises mangószorbé lett, melyet a Balatonalmádiban működő Amaretto fagyizó mestere Varga Tamás készített. A Balatoni Turizmus Szövetség 2014 tavaszán a Nyitott Balaton kampány keretében szervezte meg először a Balatonfagyia versenyt. Az első verseny óta a nyertes fagylaltozók igazi turista zarándok helyé váltak. A programnak elindulásakor célja volt, hogy a nyár mellett az őszi és tavaszi időszakban is remek lehetőségeket párosítson a Balatonhoz, mint természeti értékhez. Így például tavasszal megválasztva az év balatoni fagyiát. Ezért indítottuk útjára a Nyitott Balaton program sorozatot, amelynek tavaszi akciója elsősorban az aktív turizmusról szól, de mégis úgy gondoltuk, hogy a gasztronómiát is be kell csempészni már a tavasziba, és ott pedig a fagylalt, az egy nagyon-nagyon izgalmas termék, hiszen a Balaton és a fagylalt fogalma úgy gondoljuk, hogy nagyon sok ember fejében összefonódik. A verseny most először nem roadshow keretében zajlott, hanem kötött helyszínen. Első alkalommal a Gyenes Gyási Bringatanya fagyizó biztosította a színteret, akik 2019-ben már elnyerték a Balatonfagyia címet.
Mi a mai napon házigazdaként mérettettük meg magunkat, hogyha tulajdonképpen lehet ezt mondani. Nagyon fontos volt számunkra és a település számára is, hogy első olyan alkalom, amikor ugye nem roadshow keretei belül történik ez az esemény, ez nálunk legyen, és hál' Istennek úgy érzem, hogy nagyon jól sikerült, legalábbis az eddigi visszhangokat hallva. A bírálóbizottság szakmai vezetője Somogyi Renáta elmondta, elsősorban olyan édességet keresnek, amelyben van egy kis kreatív csavar. A zsűri többféle szempont alapján választotta ki a nyertes alkotást. Elsődlegesen a legjobb fagylaltot keresünk, ami minőségben, alapanyagban, technológiában, a receptúra alapján is a legjobb. Ugye maximálisan 100 pontot lehetett adni egy fagylaltnak, ebből 70 pont volt az ízek és ízek harmóniája maga 40 pontjával, és 30 pontot lehetett adni az állagra, és gyakorlatilag ezek voltak azért a fő szempontok, mint amikor egyébként valaki megkóstolja a fagylaltot, nyilván, hogy milyen a fagylaltnak az íz és az állag, ez a legfontosabb. A verseny során három külön díjat is kihirdettek. A Bagaméri fagyizó édes csalogány fagylaltja, a Sziszi kézműves fagylaltozó egyszerűen túrógombóc fantázia nevű alkotása, valamint a Vitorlás fagyizó sajtos tejfölös lángos nevű fagylaltja részesült külön díjban. A szervezők a nyertes fagylalt kreáció receptjét szabadon felhasználhatóvá teszik, így a régió bármely cukrászdája elkészítheti a balatoni tövises mangószorbét, ezzel még inkább népszerűsítve a minőségi kézműves fagylaltokat. Magyarország egyik legismertebb és legnépszerűbb színművésznőjét, Ónodi Esztert látták vendégül a Gyenes Diási Községházán, a Tracsparti sorozat részeként. A laza kötetlen beszélgetés során szó esett többek között a Balatonhoz fűződő viszonyáról és a környező településeken töltött idők emlékeiről is. Ha valakire igaz az üstökösszerű felemelkedés, és az, hogy ennek ellenére két lábbal a földön maradt, akkor az a Tracsmat is hozott mai vendégele mindenképpen is hatványozottan igaz. Ónodi Eszter Jászai Mari díjas színművésznőt köszöntötték a Gyenes Diási Községházán. A Tracsparti sorozat soron következő vendége már 25 éve tagja a Katona József Színháznak. Több mint fél száz filmszerep kötődik a nevéhez, újabban pedig zenekarával is sikert sikerre halmoz. Igen, én a Balatont egy másik szögből ismerem, de minden esetre a vize az ugyanaz, úgyhogy én sokszor nézlek benneteket onnan. A laza kötetlen beszélgetés során számos témát érintettek. A színművésznő többek között a Balatonhoz és a környező településekhez kapcsolódó emlékeit, élményeit is megosztotta a nagy érdeművel. Gyenes Diásra először egy eljegyzési parti kapcsán érkezett. Olyan pokolian szörnyűséges idő volt, mint egy Hitchcock film, mert szakadt az eső. Mi hajnali 4-kor megpróbáltunk bejutni abba a panzióba, de sehol nem találtunk semmifajta elérhetőséget senkihez. Ott kóvályogtunk teljesen bőrigázva, majd kiderült, hogy tulajdonképpen csak egy másik ajtón kellett volna bemennünk, mint ahol szerettünk volna. Tehát ez egy ilyen nagyon horrorisztikus élmény volt. Viszont másnap reggel, amikor fölkeltünk, és egy fantasztikusan jót reggeliztünk, és az egész, hogy így valahogy rácsodálkoztunk újra, akkor egy újra tervezés indult a fejemben Gyenes Diással kapcsolatban. A Tracsparti sorozat nagy népszerűségnek örvend. Nem csak Gyenes Diás lakói számára, de a környező településeken élők is rendszeres látogatója kötetlen beszélgetés. Egy nagyon jó program. Szerintem Keszterről ez nagyon hiányzik, hogy ott nincs ilyen. De itt pótolják, és nincs messze, úgyhogy jövünk rendszeresen. A programsorozat nyári szünete előtti utolsó vendég Ónodi Eszter volt. Megtelt a községháza, sokan voltak kíváncsiak a színművésznő múltjára, jelenére. A mostani és a korábbi beszélgetések is bizonyítják, hogy igenis nagy szükség van ilyen hiánypótló rendezvényre. Most már lassan 2 év fényében azt mondhatjuk, hogy rendkívül népszerű ez a rendezvénysorozat. Nyilván azért a személy függő, tehát vendég függő, hogy mekkora érdeklődés van, de alapvetően a két helyszínünk, amely ugye opcionálisan játszik, az majdnem minden esetben gyakorlatilag teltházas eredménnyel zárult, vagy eredményt mutatott. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sikerült talán megtalálnunk a közönségét, így az első puhatolózó néhány alkalom után rátalált a közönségére ez a rendezvénysorozat. Szeptember 29-én tovább folytatódik a Tracsparti sorozat. Ekkor Takács Gábort látják vendégül Gyenes Diáson. Harmadik alkalommal tartottak a Karmacsi Elizabeth menedék telephelyén nyílt napot, amelynek legfőbb célja most is az örökbefogadás népszerűsítése volt. A programok között szerepel többek között kisállatsimogatás, kutya bemutató és tombola sorsolás is.
Kicsik nagyok lelkesen festegették a kutyaházakat az Elizabeth menedék nyílt napján. Az örökbefogadás népszerűsítésére életre hívott rendezvényt immár harmadik alkalommal szervezték meg Karmacson. A programok között szerepel többek között kutyasétáltatás és kisállatsimogatás is. A nyílt nap sokakat vonzott a helyszínre. Az örökbefogadás mellett a kisvédencek segítése, támogatása mindenki számára a legfőbb célok között szerepelt. Szentgyörgyvári hegyről jöttem, és van egy ismerősöm, aki itt van az alapítványban, és szeretnénk egy kutyust, és gondoltam, hogy körülnézek, hogy mik a lehetőség, meg mik a feltételek. Cserszeg Tomájjal jöttünk, és azért, mert lefoglaltunk egy kutyát, és úgy hívják, hogy Stefani, és meg szeretném sétáltatni. Keszterre jöttünk, abból a célból érkeztünk, hogy támogassuk az állatligát, nagy állatbarátok vagyunk, és hogy kicsikét könnyítsünk az itt dolgozóknak a munkáját, elvittük a kutyusokat egy kicsit sétálni, hatalmas élmény volt, nagyon nagy kutyabarátok vagyunk, nekünk is van örökbefogadott kutyusunk, és hát átérezzük ezeknek a kutyáknak a sorsát. De amúgy nagyon jó érzéssel tölt el, hogy nagyon sok ember ugyanúgy szereti és támogatja az állatokat, mint ahogy mi. A nyílt nap nem titkolt célja volt még a menhelyi állatok életébe is bepillantást nyújtani. Az Elizabeth menedék 2015-ben civil összefogás eredményeként alakult. Az itt dolgozó önkéntesek elsődleges célja az utcára került bajba jutott, rossz körülmények között élő állatok befogadása, majd szerető gazdihoz juttatása. Jelenleg 60 felnőtt és számos kölyök kutya tölti mindennapjait a telephelyen. Hatalmas kennelekben altatás nélkül várják a számukra megfelelő gazdi jelöltet. Aki szeretne egy kutyát, akkor érdemes kilátogatni menhelyre, mert nem csak keverékkutyák vannak, hanem sokszor fajta tiszta kölyök kutyák is, hogyha valaki csak kölyköt szeretne, azt is tud örökbefogadni. Nyilván több lépcsős az örökbefogadásunk, de szeretnénk jól megszűrni azt, hogy kinek adunk kutyát, hogy lehetőség szerint ne kerüljön vissza. Most lehetőség van itt adományt is fogadunk, tápot, meg tárgyi adományokat. Van egy ilyen kis jótékonysági vásárunk, ott szeretnénk segíteni azon, hogy az állatorvosi költségeket ki tudjuk fizetni, meg az, hogy egy kicsit azért itt tényleg jobban megismerjék a menhelyet, hogy itt vagyunk, lehet örökbe fogadni, cuki kutyáink vannak, lehet kutyát sétáltatni, meg lehet velük ismerkedni. Szerintem itt minden kutyának a napját most egy kicsit boldoggá tesszük. A nap egyik fő attrakciójára, a kutya bemutatóra is sokan voltak kíváncsiak. Itt a menhelyi, illetve menhelyről örökbefogadott kutyusok produkcióját láthatta a közönség. Szeretettel köszöntök mindenkit! Most kettő darab bemutatót fogtok itt látni. Egy Hoopers bemutató lesz, és minden bemutatót mentett kutya csinál. A Hoopers bemutató után pedig a menhelyi kutyusoknak a bemutatóját fogjátok látni. Előre! Péter Réka két éve önkéntesként támogatja a kisvédencek mindennapjait. Rendszeres segítője a kutyasuli programnak is. A kutyák, akik itt vannak, azokkal sajnos nem tudnak foglalkozni. Rengeteg kutya van és kevés az ember. Ezért találtak ki az Annáik azt, hogy minél több kutyát lemozgassunk. Ez egy jó agytréning, egy fárasztás is nekik, és egy nagyon jó foglalkozás. Ezért lett ez az egész kitalálva, mivel hogy be akarjuk azt is mutatni, hogy nem csak a tenyésztett kutyák tudnak ugyanúgy tanulni, hanem a menhelyi kutyák is ugyanolyan okosak, ugyanúgy tudnak teljesíteni, és ebben a mai kis, hogy mondjam, produkcióban is ezt fogjuk megmutatni, hogy mire képesek a menhelyi kutyák. A kutya bemutató nagy sikert aratott, nem csak a kis négylábúak, de mindenki jól érezhette magát. A program sikerességét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy adományokból sem volt hiány a nap folyamán. A kézműves vásárból befolyt összeggel pedig a kis ebek állatorvosi költségeit támogathatták az állatbarátok.
A 2018 óta működő zalavölgyi nyitott porták hálózat egy közel 3 év alatt megvalósuló konzorciumi projekt keretében 26 különféle típusú eszközzel bővült csaknem 15 millió forint értékben. Az elnyert pályázat a porták színvonalasabb működéséhez járul hozzá marketing, vendégfogadás, illetve termékelőállítás területén. Hangzott el a hálózat zalaszengróti sajtótájékoztatóján. A 2018 óta működő zalavölgyi nyitott porták hálózat együttműködő tagjai célul tűzték ki, hogy minőségi, helyben előállított termékekkel és színvonalas szolgáltatásokkal lássák el a környékbeli lakosokat és az itt látogató vendégeket. A hálózat folyamatosan bővül, jelenleg 34 tagja van. A tagok folyamatosan fejlesztenek egyénileg is, most azonban egy konzorciumi projekt keretében közös eszközbeszerzés történt a vendégfogadás, a marketing tevékenység, illetve termékelőállítás színvonalasabb megvalósítása érdekében közel 15 millió forint értékben. A projekt megvalósítása már a pandémia előtt kezdődött, a sikeres megvalósulást mostanra sikerült elkönyvelni. Ez a hosszadalmas projekt, ami a bürokrácia miatt eltartott, meg itt sok minden közben jött a Covid is 3 évig, a mai nappal lezárult. Elmondhatjuk azt, hogy 26 féle eszköz, összesen 150 darabszámot, tehát egy hatalmas mennyiségű eszközállomány került ki 21 portára. Ezeket használatba vették, és itt akár már a nyári eseményeken is, akik ellátogatnak a portákra, fognak vele találkozni. A sajtótájékoztatón a gazdák is beszámoltak arról, mivel járulnak hozzá működésükhöz a pályázatban elnyert eszközök. Mi sörpad garnitúrákat rendeltünk, aminek nagyon fogunk örülni. Fatér Balázs István kezdetektől fogva alapító tagként vesz részt a portahálózat működésében. Ők Zalaszentgrót Csáford alsóhegyi részén foglalkoznak gyümölcs- és gyógynövény feldolgozással, a projektben a vendégfogadáshoz szükséges eszközöket sikerült beszerezniük. Volt, hogy az akkor bejövő új jogszabályokat minél hamarabb tudjuk valósan jól kezelni. Gondolok itt az elektronikus számlázásra, hogy a NAV-hoz bemenjen a rendszer, ezért 2 darab tabletet vásároltunk és 3 darab blokknyomtatót, és mindezeket még egy mosogatógéppel egészítettük ki. A nyitott porták most már egyre színvonalasabb szolgáltatást nyújtva a jövőben is várják az érdeklődőket, kiemelt időszakként kezelve július, augusztus és szeptember hónapokat. Megújult az Alsópáukot-Szentgyörgyvárral összekötő korábban leromlott állagú út. A munka egy 260 millió forintos fejlesztés csomag része volt. Az avatáson Nagy Bálint közlekedési államtitkár, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, ez a szakasz nem csak e 2 település lakóit, vállalkozóit szolgálja, hanem az egész térséget is, hiszen itt jelentős az átmenő forgalom. Én is azon leszek, hogy minél több ehhez hasonló szükséges, régóta várt fejlesztést tudjunk megvalósítani a jövőben is. A projekt része az Alsópáhok által biztosított 5%-os önrész mellett az átkötő út közlekedésbiztonságot javító felújításán túl számos hegyi szakasz rekonstrukciója is. Utóbbiakkal őszre végeznek a kivitelezők. Akár az ilyen típusú infrastruktúra fejlesztések, akár az egyéb vidéket támogató fejlesztések azért nagyon fontosak, és ezt mindig, ahol lehetőségem van rá, elmondom, mert valóban ahhoz, hogy Magyarország jövőjét érdemben el tudjuk képzelni, abban nyilván nagyon fontos szerepe van, sőt nélkülözhetetlen szerepe van a magyar vidéknek és a magyar vidék jövőjének. És nagyon jó és nagyon fontos az, amikor Magyarország kormánya különböző fejlesztési forrásokon keresztül, például a Magyar Falu programon keresztül, ami talán az egyik leginkább érinti a választókerületet, hozzá tudott járulni 100%-ig hazai forrásból ahhoz, hogy valóban olyan fejlesztések tudjanak megvalósulni, ami a helyben élő helyi emberek, vidéki emberek hétköznapjait, mindennapjait teszi jobbá, az életminőségüket javítja. Nagy Bálint hozzátette, e gazdaságilag nehéz időszakban a kormány lehetőségeihez mérten most is indított infrastruktúra fejlesztési programot, de a siker a települések, helyi közösségek akaratán, szándékán is múlik. Ez a fejlesztés tovább erősíti a Alsópák vonzerejét. Cigány Sándor Alsópáhok polgármestere emlékeztetett, a településen az elmúlt 15 évben jelentős fejlesztések történtek a hatékony, tervszerű munka eredményeként. Ennek is köszönhető, hogy ez idő alatt a község lélekszáma 300-zal nőtt, és ma már eléri az 1600-at. Az elmúlt másfél évtizedben utak épültek Alsópáhokon, járdák épültek, iskola, óvoda, bölcsőde, hivatal,
Műveldősi ház, helyi termékbolt, sportkomplexum, közvilágítás, sorolhatnám a sok-sok fejlesztést, aminek eredménye az lett, hogy a településünk felzárkozott a környébeli településekhez, Gyenesdiás, Vonyardvashegy, Keszthely, Hévíz. Egy soron említettek bennünket több esetben is. Cigány Sándor azt mondta, ehhez az is kellett, hogy az elnyert forrásokat jól használják fel. Szerinte a most átadott útfejlesztés tovább növeli Alsópáhokvon zerejét. Záró kiállítás nyílt a nemes szakkörösök munkáiból az Alsópáhoki Alkotóházban. 8 résztvevő közel fél éven át dolgozott és ismerkedett a gyapjúval az A szakkör online kisfilmek és két mentor segítségével. A nemezelő szakkör a Pajta Program és a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával valósult meg. Kiállítás nyílt az Alsópáhoki Alkotóházban a nemes szakkörösök munkáiból. A nemezelő szakkör a Veszprém Balaton 2023 LKF Pajta Program és a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával valósult meg. A szakkör résztvevői majd fél éven keresztül alkottak együtt, és az A szakkör online kisfilmek segítségével nyertek bevezetést a gyapjú feldolgozásának rejtelmeibe, emellett két mentor is segítette őket. A kiállítás megnyitón részt vett Matyasovszki Margit, a Nemzeti Művelődési Intézet megyei igazgatója is, aki elmondta, öröm látni, hogy az alkotóházban nevéhez hűen valódi alkotómunka folyik, a szakkörök pedig elérték céljukat. A kitűzött cél ugyanis az volt, hogy amit a pandémia tönkretett, azt a szakkörök segítségével visszaépítsék, és a kis településeken élők újra közösen vegyenek részt programokon. Zala vármegyében ebben az évben 92 település csatlakozott a felhívásba, adott be pályázatot, hogy tudjon szakkört elindítani, és mivel egy település több szakkörrel is indulhatott, ezért 124 szakkör sikeresen vette az akadályt, és a napokban pedig minden egyébe is zárja a kapuit. A kiállítás megnyitót több program is színesítette. A szervezők a résztvevőket is bevonva egy-egy érdekességet olvastak fel a nemes fő alapanyagáról, a gyapjúról. Matyi Kitti pedig népdalokból álló furulya előadással szórakoztatta a megjelenteket. Molnár Márta az összes foglalkozáson részt vett, azt mondja, a közös, jó hangulatban telt alkotómunkán túl meglepte, mennyi kreatív felhasználási módja van ennek a nem mindennapi anyagnak. Egy picit kutattam is én őszintén ezt az egészet, hogy ugye az eredetét a nemeznek, hogy már ez ennyire régi technika is, hogy eddig nem találkoztam vele az életembe, de most így örülök neki, hogy találkoztam vele. A kiállítás az Alsópáhoki Alkotóházban tekinthető meg az elkövetkezendő két hétben a foglalkozások idején, de a ház nyitva áll azok előtt is, akik részt szeretnének venni valamilyen szakkörön, hisz a jövőben is több izgalmas programon tapasztalhatják meg az érdeklődők az alkotó munka örömét. Híradó Extra című műsorunk végén kollégáim nevében is búcsúzom. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót, viszontlátásra!